A Naplány díjat 2004-től ítélik oda azoknak a magyar újságíróknak, akik hozzájárulnak a vajdasági magyarság minőségi tájékoztatásához, és a magyar közösség életével, gondjaival foglalkozó írásaikkal segítik a magyarság megmaradását. Az újságírói és szerkesztői munkájának elismeréseként az idei Naplány díjat Csíkos Zsuzsának, az Újvidéki Rádió nyugalmazott szerkesztőjének ítélték. Mindig azt csináltam, amiről én azt hittem, hogy az a jó, és meggyőződésem volt, hogy ez így jó, és ezt így kell csinálni. A visszajelzésekből hallgatók, olvasók és nézők visszajelzéséből arra következtettem, hogy hát ez valahogy így volt. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete idén 5 kategóriában osztott ki szakmai elismeréseket. A Pannon Rádió Pannon Reggeli című műsora kapta idén az elektronikus sajtó kategóriában a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének szakmai díját. Jó kedvel ébreszteni az embereket, és közben sok közszolgálati információval szolgálni, 4 órán keresztül, ez nem egy könnyű, tényleg egy nagyon nehéz is. Sok odafigyelés, nagy szakmai tudást igénylő feladat. Mondta köszönő beszédében a Pannon RTV igazgatója. Az 5 tagú Pannon Fünf névre hallgató csapat minden reggel együtt ébred a hallgatókkal. Mi először meglepődtünk, mert nem gondoltuk azt, hogy ezt a szakma legfelsőbb szintjén annyira komolyan vennék. Őrült nagy bakik nem történnek, mert az a lényege, hogyha ilyen valami történik, akkor abból kihoz valami jó poént. Díjat kapott írott sajtó kategóriában Fodor István, a Magyar Szó újságírója. A pályakezdők közül Gyurkovics Virágot, a 7 nap munkatársát jutalmazták. A szórványban tevékenykedők közül Kónya Kovács Otilliát díjazták. Életműdíjat kapott Varga Horgosi Ildikó, a 7 nap heti lap nyugállományba vonult lektora.